A nagy markoló mellett dolgozott a kicsi. A munkagépek a millenáris bővítéséhez szükséges földmunkákat végzik. Ha elkészül, a Margit körúttól egészen a Marciványi térig tart majd a zöld felület. A millenáris megújulásának egyik lépése volt a Nemzeti Táncszínház ideköltöztetése is. A Nemzeti Táncszínház vadonatúj épületét februárban adták át, csaknem 5 milliárd forintba került. Az intézmény előtte a Budai várban található Karmelita kolostorban működött. Ott azonban nem maradhattak, mert az épületet megkapta a miniszterelnökség. A modern épület bejárásakor az igazgató arról beszélt, hogy a tervezésnél és a kivitelezésnél is figyelembe vették az igényeiket. Az, hogy lehetőségünk volt végig itt lenni, és minden apró kérdésre a megfelelő választ a táncszakma szempontjából megadni, ez garanciája és biztosítéka, hogy egy nagyszerű épület született. Mivel az épület tulajdonjogát nem kapták meg, az Emberi Erőforrások Minisztériuma alá tartozó Nemzeti Táncszínháznak bérleti díjat kell fizetnie a miniszterelnökséghez tartozó Millenáris Kft-nek. A 24.hu azt írta, az intézménytől eredetileg havi 80 millió forintos bérleti díjat kértek. A táncszínház vezetése azonban ezt visszautasította, mert az éves bérleti díj több lett volna az állami támogatásuknál. A Nemzeti Táncszínházat hiába kerestük. A Millenáristól azt írták, tárgyalnak a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft-vel a bérbeadás esetén általuk fizetett bérleti összegről. Azt is hozzátették, hogy ingyenes juttatásra jogi lehetőség nincs, vagyis a bérlőnek mindenképpen bérleti díjat kell fizetnie az épületért. Kerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, fenntartóként értesültek-e arról, hogy az intézménynek gondokat okozna a bérleti díj kifizetése, és elképzelhető-e az állami támogatás megemelése. Konkrét választ nem kaptunk, annyit írtak, hogy a Nemzeti Táncszínház története legígéretesebb korszaka előtt áll, amihez szerintük az anyagi feltételek is biztosítottak.